Jó estét kívánok a Szombathelyi Televízió nézőinek, ismételten eltelt egy hét, és mi újra itt vagyunk, március 5-e van, ami egyébként a DJ-k világnapja, illetve ezen a napon 114 évvel ezelőtt lehetett először zeneművet hallani rádióba. Ez nagyon érdekes, zenét nem hoztunk önöknek, viszont rengeteg jó programot, igen. Például ellátogattunk a horvát iskolába, és a Toronyi Általános Iskolát is bemutatjuk önöknek. Olyan varázslatos, érintetlen civilizációtól távoli területekre is elvarázsoljuk önöket, ahova érdemes lesz elmenni az Írodkő Naturpark jóvoltából. Illetve hétfőn nőnap lesz, remélem nem felejtette el senki, szeretnénk egy kis segítséget nyújtani abban, hogy milyen virágokat válasszunk. És hát egy nagyon aktuális témát is boncolgatni fogunk, hiszen az otthonfelújítási támogatásról fogunk beszélgetni. Tartsanak velünk! Vendégem Bóné Anita, a Nyugat Team General Kft. Tanácsadója. Köszönöm, hogy elfogadtad meghívásunkat. Üdvözlöm a nézőket! Az otthonfelújítási támogatás azt hiszem januártól elérhető. Így igaz, január 1-től. Mi is ez az otthonfelújítási támogatás? Mit érdemes róla tudni? Hát az otthonteremtési támogatás az tulajdonképpen az 518/2020-as kormányrendelet alapján kidolgozott támogatás, mellyel a gyermekeket nevelő családokat segítik, hogy a lakásaikat korszerűsíthessék. Mit értünk az alatt, hogy gyermekeiket nevelő családok hány éves korig minősül annak, és ki veheti fel pontosabban? Akár már magzati korban is, tehát már 12 hetes magzat is gyermeknek számít, a örökbefogadott vagy saját gyermeket nevelő családok vehetik igénybe ezt a támogatást. És mit kell tudni erről a támogatásról, összesen mennyi összegről van szó, milyen a támogatásnak az összege? A támogatás az tulajdonképpen a felújítási összegnek az 50%-a, de maximum 3 millió forint. Itt arra kell nagyon figyelni, hogy a 3 millió, tehát tulajdonképpen a felújításban díjszámla és anyagszámla is szerepeljen, ezt 50-50%-ban tudja az állam támogatni. Tehát akkor, hogyha jól értelmezem, hogyha én nevelek otthon egy gyermeket, a 18 év alatt kell lenni a gyermeknek? 24 év, igen, alatt. Akkor én ezt igényelhetem. Így igaz. És ezt az összeget akkor végül 6 millió forintért érdemes ilyenkor felújítani, minimum, hiszen persze, akkor 3 millió forintot vissza lehet igényelni. Igen. Ez hogyan működik, hogy előre ki kell fizetnünk nekünk ezt a költséget, vagy az állam megelőlegezi nekünk? Nem, ezt nekünk kell, akik felújítják nyilván az ingatlant, azoknak kell megfinanszírozni, emiatt is egy kedvezményes hitelt is ajánl ez mellé az állam. Tehát miután kifizették az utolsó számlát is, azt követően, és a felújítást is nyilván befejezték, azt követően van 60 napja az ügyfélnek, hogy benyújtsa a kérelmet. Mire használható fel pontosan? Azt említetted, hogy felújításra, de pár példát tudnál mondani, vagy mi az, amire egyáltalán nem használható fel? Hát burkolatok cseréje, tehát teljesen általános dolgokra kell gondolni, burkolatok cseréjére, tetőcsere, festés, nyilázárok cseréje. Akár napelem is lehet, így gondolom, igaz, így fűtésrendszer, tehát szinte bármire. Korszerűsítésre, igen, lakatási felújítások javítását. Hogyan kell ezt elképzelni? A felét ugye kifizeti az állam, de nem mindegy, hogy mennyi a költsége mondjuk a munkásnak, illetve mennyibe került maga az anyag költsége. Ezzel hogyan kell kalkulálnunk? Mire figyeljünk oda? Köszönöm a kérdést. Hát amire nagyon-nagyon figyelni kell, hogy legalább 1,5 millió legyen úgy az anyagdíj, mint a felújítás díja, mert akkor tudják a maximum 3 millió forintot kifizetni. Abban az esetben például a nyilászárók cseréje esetében sokkal magasabb a nyilászárók ára, mint a munka beépítési díja. Ezért mondjuk, hogyha 4 millióért kicseréljük a nyilászárókat, és mondjuk 500 ezer forintot fizetünk a beépítőnek, akkor az állam csak 1 millió forintot tud, tehát 1 millió forinttal tudja támogatni ezt a felújítást, mert 500 ezer forint csak az anyag, és a beépítés díja, és tulajdonképpen, mivel 50-50%-ban térítik ezt a költséget, így maximalizálja az 500 000 forint a felújítást, és így csak 1 millió forintot tudnak
1 millió forinttal tudnak támogatni. Tehát ha mondjuk én egy ablakcserét végzek, mint említetted, igen. Ha amellett én mondjuk még szeretnék kifestetni, vagy parkettát rakatni, vagy fürdőszobát cserélni, és úgy is ki tudom egészíteni a számlákat sok apró munkával együtt egyébként? Nyilván, sőt, ajánlatos is kihasználni maximálisan ezt a lehetőséget. A lényeg az, hogy tényleg arányosan oszlodjanak meg, és hogy minden típusú számla szerepeljen majd a benyújtáskor. Azt említetted, hogy kedvezményes hitellel is készültek. Pontosan mit akar ez? Hogyha valakinek nem lenne hirtelen 6 millió forintja, akkor milyen hitelt tud felvenni, milyen konstrukciók vannak? Maximum 6 millió forintot igényelhetnek. 100 ezer forint nettó jövedelmet kell ehhez bizonyítani, vagy igazolni. 3%-os kamat támogatott a hitel. Tulajdonképpen mindenki jogosult arra a hitelre, aki jogosult magára a támogatásra. 50%-os tulajdoni hányada kell legyen az ingatlanon annak a személynek, aki igényli ezt a hitelt. Maximum 10 éves futamidőre. Igazából a nagy részét el is mondtad. Bízom benne. És mik a buktatói? Mert azért valljuk őszintén, mindenre oda kell kicsit figyelni. Igen, például nagyon fontos az, hogy 5%-os számlát nem lehet benyújtani a kérelemmel, a 0%-os számlát, illetve a 27%-os áfás számlát fogadják el, tehát katások nyugodtan dolgozhatnak, segíthetnek a felújításban. Aztán fontos az, hogy a TB jogviszonya legyen annak, aki igényli ezt a támogatást. A TB jogviszony az munkaviszonyból, illetve vállalkozói jogviszonyból származhat. Az, ha valaki fizeti maga után például a TB-t, az nem azt jelenti, hogy rendelkezik TB jogviszonnyal. Itt maximum 1 éven belül 30 nap megszakítás lehet. Azon kívül nem lehet köztartozása, ez is nagyon-nagyon fontos az igénylőnek. Mi a helyzet az elváltakkal? Az elváltak is igényelhetik ezt a támogatást, megosztva, vagy egyik fél lemondhat a másik javára. És mindenképpen abban az ingatlanban kell élnünk is, amire felvesszük ezt a támogatást? Így igaz. Csak állandó lakcímre lehet igényelni ezt a támogatást, más típusú ingatlanra nem. Tehát ez családonként jár, nem ingatlanonként. Nagyon szépen köszönöm. Nem tudom, hogy valami fontosat kihagytunk-e ebből a témából, de úgy gondolom, hogy nagyon jól összefoglaltad. Nagyon köszönjük hasznos információkat. Én köszönöm, hogy itt lehettem. X-Faktor meghallgatás Szombathelyen. Ha elmúltál 14 éves és megmutatnád magad, gyere el egyéniben, dúóban vagy a zenekaroddal. Találkozunk Szombathelyen március 6-án 12 és 18 óra között. Részletek és előzetes regisztráció az xfaktor.hu oldalon. X-Faktor, te vagy az X. Ahogy a műsor elején említettem, az egészségfejlesztési iroda ingyenes kurzusokat kínál mindenkinek, akit érdekel. Vendégem Szákovics Farka Ildikó, az egészségfejlesztő iroda irodavezetője. Szia, köszöntelek! Milyen tanfolyamok indulnak nálatok? És egyébként ez már nem új keletű dolog. A Szombathelyi és járási egészségfejlesztési iroda egy Európai Uniós forrásból 2018 áprilisában kezdte meg a működését Szombathelyi és járás területén, és azóta kínálunk térítésmentes programokat a lakosság részére. Mind egészségmegőrző prevenciós tevékenységet végzünk. Az irodán működésében most nagy részben online formában valósulnak meg a járványhelyzet miatt a programok. Két területre osztható, ugye az életmóddal kapcsolatos programjaink, illetve a lelki egészséggel kapcsolatos programok, amik a lakosságnak szólnak. Kicsit így szemezgessünk is belőle, hogy most tavasszal indulni fog rengeteg képzés. Szerintem szinte mindenki megtalálja a kedvére valót, mert ahogy így nézem, lesz kismama kurzus, igen, kismama torna például, akkor fitten anyukaként, de nem csak az anyukákra mondhatatok.
Próbáljuk úgy összeállítani a program kínálatot, hogy a lakosság minden korosztályának szóljon. Nyilván a gyerekeket inkább oktatási intézményeken belül érjük el, hogyha lehetséges, prevenciós programokkal. Így a lakossági programok az aktív korú lakosságnak egészen az idősebb korosztályig szólnak. Ha így csoportosítanom kéne a programinkat, akkor vannak az előadási jellegűek, most többségében online módon lehet hozzá kapcsolódni, amik a gyógytornász vezetésével, dietetikus vezetésével, pszichológus mentálhigiénés vezetéssel valósulnak meg. Ajánlanám is itt a jövő heti csütörtöki programot, ami a lelki egészség témában gyakori kérdések most itt a COVID idején, és hogyha valakinek van kérdése, akkor bátran az efikukac.gesz.szombathely.hu e-mail címre név nélkül is megírhatja akár, és az előadásba beleépítve a mentálhigiénés kollégánk válaszol rá. Nagyon felerősödött a lelki egészség területe, illetve az igény a lakosság részéről, úgyhogy ezeket is próbáljuk kielégíteni. A kurzusaink, tanfolyamaik, ahogy említetted, torna jellegű foglalkozások, dohányzás leszokás támogatása, illetve önismereti jellegű szokásformáló tréningek formájában jelennek meg. Itt gyógytornász kollégánk, edzők, oktatók dolgoznak, tehát a jóga jellegű foglalkozástól kezdve a preventív tornákon, a talajtornán, regeneráló tornán, várandós kismamáknak való tornán, fitten anyaként, babamasszás tanfolyamunk indult. Ezek most mind online formában, tehát a kliensek, lakosság otthonról tudja végezni. És vannak az egyéni tanácsadásaink, amelyek most többségében ez is online formában, a lelki egészség területén lehet tanácsadásra bejelentkezni pszichológus és mentálhigiénés kollégánkhoz, és van az életmód területén. Most áprilistól tervezzük, remélhetőleg engedi is a járványhelyzet, hogy az InBody készülékkel való testösszetételmérést újra beindítsuk egyéni módon, így akkor teljes képet tudunk adni, személyre szabottan tudunk táplálkozási tanácsot adni, életmód tanácsot, gyógytornász által végzett egyéni felmérés, tehát ezek is részei a program kínálatnak. Hogyan lehet ezekre jelentkezni, és egyáltalán nem csúsztunk le még valamiről? Minden indul, úgyhogy mindenkinek javaslom, hogy az Egészségfejlesztési Iroda Facebook oldalát, vagy az efi.szombathely.hu weboldalt nézzék, ezeken fent vannak a programok, illetve információt a 94-es 319-820-as irodai számunkon tudnak, és a kollégáinknak a munkahelyi számai elérhetőek a honlapon, úgyhogy ott is lehet informálódni. Az egyéni tanácsadásokra mindig időpont, előzetes időpont egyeztetéssel lehet jönni. A csoportos kurzusokra e-mailes jelentkezéseket várunk többségében, és akkor most Zoom felületen vagy a felületnek a linkjét küldjük el, amin meg tudják tekinteni. Illetve elindult most egy YouTube csatornánk, az EFI Szombathely, ahova pedig a rögzített előadásokat, ilyen ismeretterjesztő videókat rakunk fel. Ezek is folyamatosan töltődnek, úgyhogy ott pedig olyan anyagokat bármikor megtekinthető. Te egyébként mit tapasztalsz, mennyire népszerűek ezek a programok, vagy mi a legkeresettebb? Azt tudom mondani, hogy így a 2,5 év alatt szépen bejáratódott, ismert lett a városban az egészségfejlesztési iroda, illetve a járásban is, vidékről is. És az életmóddal kapcsolatos programok nagyon népszerűek, a mozgásos jellegű, dietetikai jellegű programok, illetve a lelki egészségvonal most felerősödött. Nagyon sok mindenki szeretne egyéniben is tanácsot, támogatást kérni a kollégáinktól, illetve ugye hetente most nagyjából vannak a lelki egészség témájú előadások is, ezeken is hétről hétre egyre több a bejelentkező, a stresszel kapcsolatosra, az agyalás pszichológiája volt múlt héten, most ez a gyakori kérdésekre válaszok. Szóval, hogy ezek folyamatosan úgy veszük észre, azért is sűrítettük be, mert hogy elég sok a jelentkező. Egyébként vetetek észre változást most, hogy ugye az online térben zajlanak ezek a kurzusok, hogy most bátrabbak lettek talán az emberek, és jobban jelentkeznek, vagy inkább pont ellenkezőleg, hogy nincs személyes kapcsolat, az annyira nem? Van nehezítő tényezője is ennek nyilván, és van egy könnyebbség. A könnyebbség az talán, hogy nincsen létszámkorlát, mert ez az online tér engedi, hogy
tulajdonképpen bármennyien részt vegyenek egy torna foglalkozáson, amíg előtte mondjuk a terembefogadó képessége egy 15 főt engedett meg, most akár 30-50-en is lehetnek ugyanazon a jóga jellegű foglalkozáson például. A nehézsége viszont az, hogy akár a lelki egészség területén, akár a közösségi programok, rendezvények hiányoznak az embereknek, a személyes találkozások hiányoznak. Ezekről kapunk sokszor telefont, hogy mikor. Hát nyilván, amikor engedi majd a járványügyi helyzet. Ezek hiányoznak. Nem is mindenki tudja megoldani technikailag, főleg az idősebb korosztály. Velük nehezebb is a kontaktot tartani a rájuk irányuló programokra, de próbáljuk megoldani, hogy akkor ők telefonon, vagy ami nekik rendelkezésükre áll, olyan módon kapcsolódjunk velük össze. A lényeg az, hogy ne maradjon senki egyedül, tehát ezeket a közösségi beszélgessünk jellegű fórumunk is van, ahol mentálhigiénés kolléga csoportos foglalkozásokat tart, ahol bárki bejelentkezhet középiskolásoknak ugyanígy. Itt is a nagyon elszigetelődés ellen próbálunk dolgozni, hogy a hasonló problémával küzdők megtalálják azokat a forrásokat, ahonnan információt, támogatást, segítséget kapnak. Nagyon szépen köszönjük, Ildikó. Most pedig robogunk is tovább, hiszen a Toronyi Gazdag Gyula általános iskola igazgatóival beszélgettünk. A Toronyi Gazdag Gyula általános iskoláról hallhatnak majd részletesebben. Tiszteltel köszöntöm a stúdióban Fülöp István intézményvezetőt. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Szóval, milyen környezetben, milyen feltételekkel várja a tanulni vágyó gyerekeket, illetve hát nyilván, ahogy itt az imént is elhangzott, az élményekre vágyó gyerekeket a Toronyi iskola? A Toronyi Gazdag Gyula általános iskola a község központjában helyezkedik el, nem csak Toronyi, hanem a környező községek gyerekei is, sőt Szombathelyről is járnak hozzánk tanulók. Azt mondhatom, hogy egy biztonságos, nyugodt környezet fogadja azokat, akik hozzánk jönnek. Egy nagy tágas udvarral, kosárlabda, kézilabda, atlétika pálya. Maga az épület az nem ma készült, az igaz, de 2010-ben teljes belső felújítása, és 2018-ban pedig tető csere is történt az épületen, úgyhogy azt hiszem, hogy most már egy modern környezetben. Az osztályaink jól felszereltek, minden teremben digitális tábla működik, fejlesztő termünk, tornatermünk van, úgyhogy tárgyi szempontból azt hiszem, hogy kifogástalan az iskolánk. Személyi feltételekben is elmondhatom, hogy egy régóta együtt dolgozó és összetartó tantestületünk van, akik szerető gondoskodással veszik a gyerekeket körbe, és nagyon közvetlen kapcsolatot alakítottunk ki a szülőkkel, hiszen ezek a tanárok már a szülőket is tulajdonképpen tanították, én magam is, aki 40 éve dolgozom ebben az iskolában, vannak akiknek már a nagyszüleit is, és minden szülővel nagyon közvetlen a kapcsolat, minden gyermek az érdeklődés középpontjában áll. Ugye kis létszámú osztályaink vannak, hiszen 12-től 18-ig. Igen, és azt szokták mondani, hogy ahol ilyen lehetőség van, hogy mindössze 12-18 gyerek van ott, majdnem, hogy dupla annyi kérdés jut a gyereknek, dupla annyi figyelem jut a gyereknek, ez így van? Ez így van, hiszen ha kevesebb gyerek van egy osztályban, természetesen több figyelem jut egy-egy gyerekre külön-külön is. Nálunk azért vannak olyan tanulók is, akiknek szükséges a fejlesztés, önálló, tehát saját gyógypedagógussal, saját fejlesztőpedagógussal rendelkezünk, sőt, még az a lehetőségünk is megvan, hogy gyógytornász és logopédusok is kijárnak. Ezt tulajdonképpen azért annak köszönhetjük, hogy Szombathely nagyon közel van, és könnyen ki tudnak jönni ezek a pedagógusok is.
Illetve nyilván nagyon fontos cél, hogy azoknak a gyerekeknek, akiknek a szülei itt dolgoznak a városban, azoknak is érdemes mondjuk a toronyi iskolát választani, nem feltétlenül a szombathelyi általános iskolák közül. Mint említettem, Szombathelyről is járnak tanulók, mert azok a szülők, akik esetleg időközben beköltöztek, nem viszik el a gyereküket. Ott ránk bízzák, mert valószínű azért már bíznak bennünk. Egyébként, ha nem csak a tanulási jellemzőket kell mondani, mert azt most soroltuk, akkor mi az, amit még kínálni tud? Esetleg specialitásként az intézmény, vagy az, hogy egy falusi iskoláról beszélünk, az jelenti-e azt, hogy mondjuk egy természetközelibb, egy a falusi élete jobban ismerkedő gyerekközösség van az iskolában? Elmutatom, hogy nagyon sok specialitásunk van, ami talán más iskolában nincs, vagy nem úgy szervezik. Nem tudom, fontossági sorrend, nem fontossági sorrendben mondom, de lehet, hogy nekem fontosabb a szakjaim miatt is, ugyanis hát elsősorban Gazdag Gyula, az iskolánk névadója, szellemiség áthatja az iskolánkat, hiszen hát talán annyit elmondhatok, hogy Gazdag Gyula toronyközség lámpása volt, igazgatóhelyettese, a toronyközség kulturális és sportéletének a megteremtője, és hát ennek szellemében dolgozunk, és hát természetesen a sport egyik elsődleges, tehát módszertanilag is úgy gondolom, hogy ahol sok a mozgás, azok a gyerekek talán jobban is tudnak teljesíteni is. Elmondhatom, hogy sikereket is érnek el a tanulóink, hiszen például tavaly a kisiskolák diákolimpiáján, atlétika sportágban három csapatunk is részt vett, tehát három csapatunk képviselte Vas megyét ezen a diákolimpián a négy atlétika csapat közül. Aztán említeném, hogy talán a megyében, de talán itt Nyugat-Dunántúlon is új szakkörként vezettük be az íjászatot. Az íjászat most már elég szépen megy, hiszen ez két éve elindult. Egy együttműködési szerződésünk van a Magyar IAS Szövetséggel is, a gyerekek szívesen járnak, és most már nagyon szép eredményeket érnek el. De folytathatnám a számítógéppel támogatott matematika oktatást, ami úgy tudom, hogy most jelenleg, ez is talán kuriózum itt a környéken, hogy a szabadon választható órák közül erre szántuk, hogy a matematikát így módon is erősítjük, és ez meglátszik a kompetencia eredményeinkben is, és büszkén mondom, hogy a legutóbbi kompetencia felmérések alapján az országos átlag fölött teljesítettek tanulóink, és a pedagógusok is szeretik ezt a számítógéppel támogatott. Két számítás technika termünk van, tehát bőven minden tanulónk hozzáfér ezekhez a lehetőségekhez. Van még olyan, ami a specialitások közé tartozik, most már csak inkább felsorolásszerűen? A nyelvoktatás. A nyelvoktatás nem csak iskolánkban mi németet tanítunk, hanem az angol szakkört is elindítottuk. Ezt a művelődési házzal közösen végezzük, és a néptánc szakkör, ami még kiemelhető ebből a körből, illetve egy együttműködési szerződésünk van szintén az Ács Mihály Művészet, Alapfokú Művészet Oktatási Intézménnyel, akik a testnevelés, minden testnevelés órából veszünk el egy kis időt, tehát egy héten egy órát, a tanulók, minden 7. 8. osztályos tanuló modern táncokat tanul, illetve hát viselkedéskultúrát és illemtant, és egy alapfokú tanúsítványt kapnak erről 8. év végén a tanulóink. Tehát azt hiszem, hogy ez egy nagyon kiváló lehetőség a tanulóknak. Mikor ismerkedhetnek az iskolával közelebbről is az érdeklődők? Már az ősszel is
voltak nyílt napok, mi mindig november hónapban két alkalommal, illetve most márciusban, március 14-én és 28-án is nyílt napokat tartunk, ahova várjuk a szülőket, gyerekeket. Hát az óvodával nagyon szoros a kapcsolatunk, és hát ezekre az alkalmakra mindig eljönnek. Köszönöm szépen a tájékoztatást! Az Országos Horvát Önkormányzat fenntartásában 2019. szeptember 1-én nyitotta meg kapuit a Horvát Nemzetiségi Oktatási Központ. Az intézményben óvodás és iskolás gyermekeket is várnak sok szeretettel. Saját készítésű rajzos szótárukból tanulnak a szombathelyi horvát iskolában az elsősök. Anyanyelvi tanító foglalkozik velük, akitől nem csak a nyelvet sajátítják el szinte észrevétlenül, de a horvát gyökerekkel rendelkező gyerekeknek az identitástudat megőrzésében is segítségére van. Bár a nemzetiségi iskola létrehozása régi terv volt, az intézménynek alig 3 éves múltja van, és már is nagy utat járt be. Először csak óvodát sikerült elindítanunk 15 kisgyermekkel. Azt gondolom, hogy ez is egy jó kezdeményezés volt, hiszen a következő évben, 17 szeptemberében már megindulhatott az első osztály is, akiknek egy része ebből a 15 fős óvodai csoportból érkezett, de voltak külső érdeklődők is. A 15 fős óvodai csoportból 2 óvodai csoport működik jelenleg 48 kisgyermekkel, és felmenő rendszerben a tervek szerint sikerült megvalósítanunk az első, illetve most már a második osztálynak a működését is. Tehát ebben az épületben jelenleg az első és a második osztályosok tanulnak 12-12 kisgyermekkel. A horvát önkormányzat által fenntartott, de szombathelyi támogatásban is részesülő iskola most még a Jászai Mari utcában működik. A várostól kapták kölcsön az épületet, amelyet felújítottak és korszerű eszközökkel, interaktív táblával, tabletekkel szereltek fel. A magyar oktatási rendszer előírásait ugyanígy figyelembe kell vennie a nemzetiségi intézményeknek is, és erre jön még rá a nemzetiségi képzés, tehát tulajdonképpen a többi iskolában meglévő magyar, matematika és a többi tantárgy ugyanígy megjelenik itt a mi iskolánkban is. Ezen kívül pedig heti 5 horvát órát és 1 népismeret órát tartalmaz még a gyerekeknek az élete. Nagyon hasznos az, hogy az itt dolgozó pedagógusok valamennyien beszélik a nyelvet, egymás között is horvát nyelven kommunikálnak és a dolgozókkal is. Tehát ez egyfajta példamutatás is a gyerekeknek. Másfelől pedig lehetőség arra, hogy nem csak a tanórán hallják a nyelvet, hanem a szünetekben, az óraközi szünetekben és a szabadidős programokon is. Pedagógusaik nemzetiségi tanító végzettséggel rendelkeznek, de anyanyelvi tanító is dolgozik az intézményben. Hogy a szülők sem maradjanak le nyelvismeretben, számukra hetente horvát órát biztosít az iskola. Az anyaországgal is élő, szoros kapcsolatot ápolnak. Sok olyan szülő iratta ide be a gyermekét, aki Horvátországból érkezett a városba, de az intézmény is szokott szervezni utazást horvát területekre. Pályázatok, testvériskolai kezdeményezések szintén segítik a jó viszony ápolását. Hamarosan költözik az intézmény. Ősszel a Pázmány Péter körúti volt Szentgyörgyi iskola felújított épületében folytatják az oktatást, és a tervek szerint felmenő rendszerben később egészen érettségiig lehetőséget biztosítanak majd a fiataloknak arra, hogy megőrizzék és ápolják horvátságukat, vagy érdeklődőként elsajátítsák a nyelvet, és megismerjék a horvát történelmet és kultúrát. Svet ja bilo kocni, kakovu ja još, nigdar nisam vidi. 2 új jelvényszerző túraútvonal indult el az Irotkő Naturparkban. Vendégem Bakos Márton, az Irotkő Nemzeti Parkjére Egyesület projektmenedzsere. Köszöntelek, és köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Én is köszöntelek, téged. Most mielőtt itt belekezdenénk mindenbe, hoztál nekünk, mi is ez pontosan? Ez egy rovar hotel igazoló pont. Na, mi ez? Ugye, ahogy felkonferáltál minket, kitaláltunk 10
keményebb túrázóknak való, illetve 12 családoknak, könnyebb túrákat vágyóknak szóló körtúrákat. Is. Abszolút kezdőknek szóló túrákat is, igen. És ezt az egész túra mozgalmat úgy szerettük volna felfejleszteni, mint amilyen a kék túra, tehát egy igazolópontos, pecsételő, stb. De az már egy elcsépert történet lett volna, és mi ezt a bizonyos rovarhotelt találtuk ki, az igazolópont tulajdonképpen ebben valósul meg, oly módon, hogy azon túl, hogy van funkciója a dolognak, tehát bízunk benne, hogy a rovarok örömmel használják ezeket az egyébként igen olcsón kivehető szálláshelyeket a hotelben. Másrésztről a tető lapjára gravíroztunk titkos írással írt kérdéseket, amit aztán a túraútlevélben válaszolhat meg a megfelelő válasz lehetőségek kiválasztásával. Úgyhogy ez így egy kicsit ilyen komplex történet, de a zöld humortól elkezdve a természeti gondolkodás, és hát mindenféleképpen az olyan tájegységek felfedezése az Irodkő Naturparkban, ez volt a célunk, amik talán kevésbé ismertek a nagy közönség előtt. Egyébként kipróbáltátok ezt, már helyeztétek valahova? Természetesen. Szeptemberben raktuk ki körülbelül ugye 90%-át a rovarhotelnek, egyébként 40 darabról van szó, és hát helyi szervezetként mi törekedtünk arra, hogy a Kőszeg és környéki vállalkozókat bízzuk meg. Úgyhogy ezt a monstrumot, egyébként nem könnyű 10 kiló, rendesen megézed az ember, mint felhozza ide a stúdióba, ezt a Solutions Prodomo Kőszegi Kft-vel fejlesztettük ki, illetve kiviteleztük, majdnem az utolsó porcikáját bezárólag. Ez egy abszolút saját találmány. Teljesen. Ebben a formájában a közös kóprodukciónk, igen, ezzel a Kft-vel. Maga a rovarhotel, mint olyan, az létezik és működik már jó régóta. Sokan úgy ismerik, hogy darázsgarázs. Ezt fejlesztettük mi egy kicsit tovább. Milyen feltételekkel lehet neki indulni? Kiknek ajánlod? Igen. Tehát, hogyha van a 12 light túra. Beszélgessünk először erről. 3 és 15 kilométer között oszlanak meg itt a távolságok. Ezeket úgy találta ki Horvátné Koromzita kolléganőm, ezeket a light túrákat, hogy ide se túrázási előképzettség, se technikai háttér, se komolyan felszerelés nem szükségeltetik, hiszen az út folyamán folyamatosan, talán látjuk a fa nyilak minden egyes kereszteződésben eligazítják a túrázók. Az szuper, nem tudunk eltévedni, nem, ez nagyon nem. Jó hír, kezdő túrázóként. Így van. Továbbiakban ilyen szép nagy információs táblák, rajzokkal, fotókkal, humor idézetekkel, és hát az aktuális... Én is mutatom a kamerába. Így van. Ahol éppen járunk, ahhoz kapcsolódóan hasznos információkkal látják el a túrázót, sőt, némelyikben egyéni vagy egyedi információk vannak a túraútvonalhoz csatolt feladatokhoz is. És milyen a hard? A hard az már azért keményebb. Azokat én találtam ki. Igen. Hát nem oly mértékben hard, hogy komolyabb előfeltételei legyenek, de direkt úgy találtam ki ezeket a túrákat, hogy tényleg azokra a területekre tudjuk elkalauzolni az érdeklődőket, ahol nagyon ritkán járnak a turisták, hiszen ha most a Kőszegi hegységről beszélünk, Hóház, Kilató, Irodkő, hétforrás. Aztán nekem nagyjából. Is ennyi van meg. Egyelőre, de majd, hogyha hozzájutsz a túra útlevelünkhöz, akkor téged is nagy szeretettel várunk a többi túráinkra. Azt még fontos megjegyeznem, hogy a hard és a light túrák is tematikusak. Tehát minden egyes túrakörnek van valami olyan központi gondolata, amire az egész épül. Például a gesztenye. Például a gesztenye, vagy a panoráma, vagy ne adj Isten az elhagyott laktanyák, vagy ha tovább megyek, olyan különlegessége, mint a muflon, amit nem hiszem, hogy sokan tudják, de a Kőszegi hegységben élnek muflonok. És akár láthatunk is akkor a túra folyamán. Így van. Van egy olyan túra, ami ugyan 80%-ában az osztrák részén halad a hegységnek, de van egy olyan völgy, amit mi elneveztünk muflonvölgynek, ez nincs sehol se hivatalosan bevezetve, de ebben a muflonvölgyben én személy szerint 5-ből 4-szer biztos, hogy látok muflont, illetve láttam muflont, úgyhogy ez egy ilyen nagyon biztos lelőhely. Ezek a hárdok egyébként körülbelül hány kilométerek, mivel számoljunk? Hogyan készüljünk lelkileg? Változó. A hárd szó az vagy a távolságban, vagy pedig a hirtelen nagy szintkülönbségek letudásában merül ki, illetőleg arra utal. Ezért aztán 12-13 kilométer a legrövidebb túra, viszont ott egy óra alatt több mint 600 méter szintkülönbség van, ami azért
Itt a mi tájegységünkön azért azt gondolom, hogy megsüvegelendő, csak kimondom, de van az irodkővándorlás, az 56 kilométer. Úgyhogy az kompletten az egész hegyet körbesétálva. Amit még nem említettem, hogy minden az Alpannónia túraútvonalak mellékútvonalaira épül, a sárga színű jelzésekre. A házikó is azért ilyen, talán ebben a fényben kicsit zöldes ugyan, de mi sárgának szerettük volna láttatni, mert ehhez közeli szín az a jelzésfestés, az az Alpannónia sárga jelzésfestés, amit az utak 80-90%-ában kell követni. Tehát ezekre koncentrálva építettük. Úgyhogy ez volt a cél, illetőleg az, hogy az Irodkő Naturpark területén maradjanak a túrák. És ha valaki kedvet kapott, hogyan induljon neki? Gyalog, de minden túrát úgy találtunk ki, hogy akár tömegközlekedéssel is elérhető legyen. Egy kivétel van, egy túrát direkt Ausztriába, kimondottan Ausztriába terveztünk, de ott pedig a Mátyás királyunk az, aki a tematikát adja, mint nagy magyarunk. Habár tényleg csak Ausztriában halad a túra, de ilyen értelemben meg magyar hagyományokra visszatekintőleg Mátyás király itteni kalandozásait szeretnénk megmutatni. És meddig lehet ezzel részt venni? Meddig lesznek meg ezek a túrák? Bármeddig. Szakaszosan haladunk a fejlesztésben, ez egy teljesen új ötlet volt nálunk, nem volt semmi előzménye, ezért aztán sok feladatunk akadt, és még akad is, hiszen a túra útlevéllel most márciusban szeretnénk elkészülni, és akkor lesz egy egész komplett a sztori, illetve a csomag. Úgyhogy gyakorlatilag én abban bízom, hogy gyakorlatilag áprilistól lesz ez látogatható, teljes értékűleg ez az egész körtúra mozgalom. Hol tudunk utána olvasni? Vagy a naturpark.hu oldalon, vagy pedig az alpannonia.hu oldalon, és lesz egy túra rendezvényünk is, illetve lehet, hogy kettő, majd meglátjuk, hogy a jelenkori járványhelyzet hogyan befolyásolja a terveinket. Csepregen, illetve Kiszsibány környéki túrákra szeretnénk most a tavasszal még egy-egy körtúra rendezvényt összehozni. Nagyon szépen köszönöm, Márton, szerintem a nézők is kedvet kaptak, én mindenképpen. Ért, egyébként hogy vagy te nőnappal? Nőnappal? Igen, ünnepled? Én a barátnőmet és a rokonyaimat mindenképpen fel fogom köszönteni nőnap alkalmával. Hát én is ezt tudom javasolni a kedves nézőknek, hiszen a parti kertészetbe látogattunk, pont azért, hogy egy kis segítséget nyújtsunk a férfi társaknak, hogy mégis milyen virágot érdemes ilyenkor választani. Egyébként érdekesség képpen mondom, hogy Magyarországon már 1948 óta ünneplik a nőnapot, és ami szerintem még szintén érdekes, hogy az ENSZ is a világnapok közé sorolja ezt. Tartsanak velünk! Igazi nagy üzem van az egyik legnagyobb szombathelyi kertészetben, itt már valóban kitört a tavasz, ezt mutatja a tarka virágszőnyeg, a nőnap mindig kiemelt időszak, ez most is így van. A járványhelyzetben talán még nagyobb szükség van a szemet és lelket gyönyörködtető növényekre. A feleségemnek választottam a fogföldíboját, a menyemnek, a lányomnak és az unokámnak. Nőnapra szeretnénk vásárolni, megemlékezni a hölgyekről egy kicsit nőnap alkalmából. Hát nálunk nagy a család, hát 30 szál pimulát vettünk. Galántai György évek óta maga választja ki a kolléganőinek szánt meglepetést. Hivatalban nagyon sok nemzetközi nő van. Hát igen, de arra készülünk, és úgy gondoltam, hogy még nagy ruha mellett javából kiválogatom a legszebb virágokat a hölgyeknek. Szép, még szebb, legszebb, itt bizony nehéz választani. Nagyon kedveltek a szobanövények, ugye ilyenkor mindenki inkább a nőkre úgy gondol, hogy valami kis szépséget vigyen bentre. A rózsától kezdve a fogföldíboly, a koralvirág az mindig nagy favorit volt így a nőnap alkalmával. Viszont egy kicsit mi ezeket feldobtuk azzal, hogy különféle tálbeültetéseket készítettünk. Például, ami itt látható, itt ezek a kis miniszobanövények, ezeket nagyon szeretjük így összeültetve. Ezt fel tudjuk dobni egy kis kóccal, nőnapi betűzővel, és így mindjárt kiváló ajándék lesz.
A kikelet hagyományos virágai külön-külön, de akár egyben, színenként vagy éppen trikolorban is megtalálhatók. A tavasznak az első virágai a hagymás növények, ugye a nárciszok, a tulipánok, és ezek is most már bontják a szirmaikat. A primula szintén nagyon kis kedvet, mert rengeteg színben megtalálható, nagyon jó variátum mindenféle tába, és mi egy kicsit így ezt összevegyítettük. Örök és jól ismert ajándék az orchidea, ebből az aprótól az óriásig mindenféle megtalálható, és színüknek is csak a képzelet szabhat határt. Nagyon sok olyan növény van, amit ajánlunk, de még nincs úgy köztudatban, pedig a gloxiniáktól kezdve a kálák, a bromélják is mind nagyon jó ajándékok. De visszatérve egy kicsit az orchideára, ugye megvásárolható egyrészt cserepesként, és annak is többféle színébe változatába, viszont klasszikus ajándék a kis dobozós orchideánk is, amit újra nagyon megkedveltek és nagyon sokan viszik. Úgyhogy ezek mellett viszont a már említett kálát, például itt a gyerekekre gondolván a legkisebb korosztálynak egy nagyon helyes csomagolásba rakta a kolléganőnk, és amit mi magunk termesztünk, például a ciklámen, ez még mindig nagyon közkedvelt növény, és akkor ezek is különféle kis tasakokat és díszítést kapnak. A Nőnap a tavasz hírnöke is, így sokan olyan növényeket választanak, amit akárki is lehet ültetni a kertbe, ilyen lehet a barka, az árvácska vagy éppen a húnyor. Sose hagyja ki a nők megköszöntését nőnap alkalmával? Nem ám drága, sose. Vagy csoki, vagy kis virág, vagy valami más esetleg, de nem hagyjuk ki sose egyik éven se. Hát ennyi fért a mai adásunkba, és ne felejtsék el szombaton kinyitni a postaládájukat, hiszen a legújabb Szavária fórumot is ott találják. Hamarosan újraérkezünk, addig is nagyon-nagyon boldog hétvégét kívánunk. Viszontlátásra!